Az új e-kártyának három funkciója lesz. Elektronikus személyazonosítóként működik majd így az elektronikus közigazgatás igénybevételéhez, és az otthoni ügyintézésekre is alkalmas lesz. Utazási funkciójának köszönhetően lehetővé teszi majd, hogy a határőrizeti szervek személyállományának közreműködése nélkül végezzék el az utasok reptéri tranzitba engedését. Harmadik funkcióként elektronikus aláírásként is szolgál majd, a kártyán egy csip is lesz, ami különböző adatainkat tárolja majd. Az elfogadott változat egy opcionális megoldást rögzített, ez azt jelenti, hogy főszabályként mindenkinek tartalmazza az új nyomatát ez a tárolóelem, de ha valaki ezt nem akarja, tehát kifejezetten tiltakozik ellene, akkor az ő új nyomata nem kerül bele. Az e-kártya bevezetése után nem kell külön személyi igazolványt, lakcímkártyát, adóigazolványt és tajkártyát magunknál tartani, ez az egy okmány mind a négyet felváltja majd. Ez egy felmenő rendszerben épül ki, ami azt jelenti, hogy január 1-től a hatályba lépését ennek a most elfogadott és kihirdetett törvénynek követően igényelhető ez a személyazonosító igazolvány, és aki ezt a január 1-ét követő időpontban, illetve azt követően kér ilyen igazolványt, már olyan személyazonosító okmányt kap, amelyen elektronikus tároló elemben, úgynevezett chipben benne vannak azok az adatok, amelyeket az előbb említett, most önálló kártyák tartalmaznak. Az okmány kiváltása 5000 forintba kerül, de ha valaki a személyi igazolványán feltüntetett lejárati dátuma előtt fél évvel igényli majd az újat, annak mindössze 1500 forintot kell fizetni.